A lengyel nemzet bocsánatát kérte a német külügyminiszter a varsói felkelés 75. évfordulója alkalmából rendezett állami ünnepségen. Szégyellem, amit a németek tettek a lengyelekkel Németország nevében, és szégyellem, hogy erről a bűnről ilyen sokáig hallgattunk, mondta Heiko Maas. A Lengyelországot és a lengyeleket ért kárt nem térítette meg az elkövető. Lengyelország önerőből, saját erőfeszítéseivel építette újjá a fővárost. Ez a tény világosan érzékelteti, mi akadályoz meg bennünket abban, hogy a háborús kártérítés kérdését lezártnak tekintsük. Berlini partnere elismerte Németország bűnösségét. Németország felelőssége nem csak Varsóra terjed ki. Az ország más városaiban is pusztított, sőt falvakat tett a földdel egyenlővé. A lakosságot kitelepítették létrehozandó a Lebensraumot, az életteret Németország számára. Az 1944. augusztus 1-én kezdődött németek elleni varsói felkelés végül a már közelben levő szovjet erők támogatása nélkül kudarcba fulladt. Moszkva úgy kalkulált, hogy sikertelensége esetén a háború után könnyebben juttatja majd a hatalomhoz a szovjet barát politikai erőket. A vereség után a németek kiürítették Varsót, és módszeresen felrobbantották épületeit.